Az építőanyagok drágulásáról szóló cikket mutat a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára stábunknak még júliusban. Mint ismerte, a magyar államnak be kellett avatkozni a hirtelen felfutó árak miatt. A jelenlegi helyzetben például a lakásfelújítási kedvezményes hitel lehetőség nem azokat segíti, akiknek szánta a kormányzat. Ez az egyik következménye a jelenlegi helyzetnek. Ez egy nagyon összetett kérdés. Nagyon nehéz ebbe okosnak lenni. Mi most már meghallgattunk, elolvastunk számtalan, legalább 8-10 különböző szakmai szervezet, EVOSZ, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyminisztérium, magának a kamarának az álláspontját. Ezekből próbálnak meg most egy olyan rendszert összerakni, ami segíti azt, hogy a fejlesztők és akár a magánberuházóknak ne legyenek többletköltségei. Ugye azt látjuk, hogy az ellátási láncok azok rövidülnek, azt is látjuk, hogy például a konténerszállítás Kínából mondjuk idehajóztatni valamit, az háromszorosára, négyszeresére is drágult. Tehát szükségszerű, illetve a piac szempontjából természetes, hogy az alapanyagárak is megemelkednek, viszont nem olyan mértékben a kormány állítása szerint, mint ahogy ezt ma látjuk, úgyhogy egy extra profit adót, egy külön adót lengettek be, gondolom, hogy ezen most dolgoznak. Ebben az az életszerű, és próbáljunk meg két lábbal a földön állni, hogyha mondjuk valaki a 3 plusz 3 milliós, tehát a 6 milliós fejlesztési támogatást szeretné igénybe venni, akkor azzal szembesült, hogy januárban a 6 millió forintos tétel, amit ő összerakott, az is mondjuk akár le is szerződött, ott a szerződő partner jelzi februárban, hogy kénytelen 20%-ot rárakni, majd márciusban, hogy 30%-ot, 40%-ot, tehát ilyen viharos, dinamikus tempóban mind a munkára, mind az anyagra vonatkozó árak azok egy picit elszabadultak. Kormányzatnak ilyenkor mindenki be kell avatkozni, hogy milyen eszközzel, az egy kérdés, de hát mi is várjuk, hogy akkor ez nyugvópontra jusson. Az építőipari vállalkozók, akik kiviteleznek, tehát mondjuk beszéljünk a kivitelezőkről, generál kivitelezőkről, ők ugyanezzel szembesülnek, kiürültek a tüzépek, nem jutnak alapanyaghoz, hogyha alapanyaghoz akarnak jutni, akkor 2-3-4 hetes várakozással kell számolni. Ez nehezíti a szerződéskötést, és nehezíti akár egy kisebb beruházásnak az ütemezett végrehajtását. Hogyha ma akarunk családi házat építeni, akkor akár egy kétszeres időtávval is számolhatunk, mondjuk meg lehet csinálni. Minden pénz, paripa, fegyver, munkaerő rendelkezésre, akkor mondjuk egy 200 négyzetméteres házat 6-9 hónap alatt meg lehet csinálni, ez most lehet, hogy 12-15-18 hónap, mert mindenre és mindenkire várni kell. Ezen a helyzeten változtathat a kormányzati intézkedés, amelyik megadóztatja az extra profittal eladott építőipari termékekből bejövő hasznot, illetve októbertől korlátozza a kivitelt ezen a területen.